az anyagnak a soraiban szerepel, és azt a törvényhozási munkát, ami a gazdaság élénkítése érdekében kell, azt elvégezzük, és ez vonatkozik majd a gazdasági kamarákra is. Köszönöm szépen a figyelmet. Továbbiakban Kis Sándor képviselő úrnak adom meg a szót, Jobbik. Amit azt követően Szilágyi Köszönöm György a szót, elnök úr, és akkor köszöntöm a GVH elnökét is. Én azért kértem csak szót, mert most fogjuk a gyógyszerforgalmazási törvényt módosítani, és annak idején a gazdasági versenyhivatal volt az élharcosa a patika liberalizációnak. Nagyon kíváncsiak lennénk arra, hogy hogyan viszonyul majd most ehhez a gazdasági versenyhivatal. Én itt elolvastam a hivatal megállapításait a gyógyszerellátásra vonatkozóan. Úgy látom, hogy teljesen helytállóak. Azokat olvashattam, amit én is tapasztalok nap, mint nap. Nagyon jók a megállapítások azzal kapcsolatban, hogy a gyógyszerellátásban valóban egy horizontális és egy vertikális kapcsoló összefonódás vagy kapcsolódás kezd kialakulni, ahol is a gyártók nagykereskedői pozíciókat szereznek, és ezek a nagykereskedők pedig utána kiskereskedelmi pozíciókat szereznek. Van egy ilyen horizontális, van egy vertikális, hogy nagyon sok patika egy kézben van. Nem is ez a kérdés, hogy most itt ezek a folyamatok hogy alakulnak, nem is ez lenne a lényeg. A lényeg az, hogy a beteg, hogy az állampolgárok jól járnak, vagy nem jól járnak. Na most én azt tapasztaljuk, hogy hát nem jártak jól a betegek ezzel a gyógyszertár liberalizációval, és én erre lettem volna kíváncsi ebben a jelentésben, ami még egyszer mondom, szerintem korrekt, legalábbis ez a része, amit én olvastam, hanem hogy milyen hatása volt ennek tényleg a betegre. És még egyszer elmondom, hogy vajon jól járt-e a lakosság ezzel a patika liberalizációval? Jól járt-e ezzel a gazdaság? Itt egy picit vitatkoznék majd Göndör képviselő társammal, mert szerinte jó volt. Szerintem nem volt jó sem a gazdaságnak, sem a lakosságnak. Én arra kérném majd a versenyhivatal elnökét, hogy segítsen ebben a gyógyszerforgalmazási törvény megalkotásában, és tudom, hogy önök mindenképpen a verseny elsődlegességét tartják szem előtt, a verseny a minden, de én úgy gondolom, hogy ezt felülírja az emberek érdeke. Az embereknek az egészséghez való joga, és a minőségi élethez való joga. Ez egy speciális terület, amiről most beszélek, és magamhoz kértem a szót, ahol nem minden a verseny. Tehát nem az a verseny, hogy a tévében látom, hogy hogyan jön az elefánt, és nem fog fájni a fejem, vagy nem az a verseny, amikor arra ösztönöznek bennünket, hogy fogyasszunk minél több gyógyszert. Nem az a verseny, amikor mindenféle ajándékokkal, recept utáni pénzekkel ösztönözzük az állampolgárainkat gyógyszerfogyasztásra, hanem az lehet a verseny, ahol a beteg minél minőségibb ellátást fog kapni, ahol nem cukorkával ösztönzik arra, hogy még több gyógyszert vegyen, hanem esetleg igyekszik lebeszélni arról, hogy minél több gyógyszert fogyasszon. És úgy gondolom, hogy ez a terület, és biztosan van még sok más is, ahol a verseny minden hatósága nem érvényesül, ahol az állam felelősségének kell érvényesülnie, és nem értek egyet azzal az előbb hallottam, hogy a legjobb fogyasztó védelem a verseny. Még egyszer mondom, van olyan terület, ahol az állam felelősségének ki kell domborodnia, és én arra kérném a versenyhivatal elnökét, hogy legyenek erre is tekintettel. És ne csak a versenyt tartsák szem előtt, hanem azt, hogy nekünk, állampolgároknak mi az érdekünk. Ha érdekünk a verseny, akkor természetesen legyen. De ha nem érdekünk, akkor igenis korlátozzák a versenyt. Köszönöm szépen, mert későre jár. Két perces szót kért Rozgonyi Ernő képviselő úr, Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr. A Kupcsok úrnak, a kedves kollégámnak szeretnék reagálni a felszólalására. Igen, hát ez egy örvendetes dolog, hogy ragyogó szakácsaink vannak, ragyogó cukrászaink vannak, de ezt az ország, és bármilyen ragyogóak, és bármennyire is fogjuk támogatni őket,
se a cukrász, se a szakács nem fogja ezt az országot megváltani és kihúzni abból a gödörből, amiben van. Hol a magyar ipar? Hol a magyar kereskedelem? Hol a magyar piac? Hol a magyar bank? Kérem szépen, gondoljanak bele abba, hogy itt Magyarországon, itt ebben az országban gyártottak például olyan villamosokat, hogy Brazília tőlünk rendelte. Ma mit csinálunk? Elmegyünk kuncsorogni, könyörögni villamosért. Csak egy példa a sok közül, kérem szépen. Hol a magyar ipar? Hát ott, amit szétvertünk. Hát eladtuk. Itt van a lehetőség, kérem szépen, évek óta az Ikarusznak a feltámasztására. És mi történik? Semmi. Még azt a keveset, ami megvolna, azt is elengedjük és kiengedjük, és azt hisszük, hogy majd a cukrász megoldja a problémát. A másik, amihez reagálni szeretnék, az pedig az, hogy ugye tulajdonképpen egész egyszerűen a szakképzéssel is mit érünk el? Hát persze, nagyon fontos dolog az, hogy jó szakmunkásaink legyenek. De ezek a jó szakmunkások nem magyar cégeknél fognak dolgozni. Lehet még az is, hogy dolgoznak egy cégnél, amiből egy fillér bevétele nincs a költségvetésnek, mert ilyen kedvezményrendszereket alkalmazunk. Hát ez egy elképesztő dolog, hogy az agyonnyomott magyar gazdaság tartja el tulajdonképpen az adófizetésen keresztül is, meg más vonatkozásokban is a tőkeerős multikat. Hát ameddig ilyen a világ, addig nincs megoldás. Hát erre kéne egyszer ráébredni. Köszönöm szépen. Ugyancsak 2 perces szót kért Göndör István képviselő úr, MSZP. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, kis képviselő úr. Én azt vártam, hogy a befejező mondatában legalább azt megmondja, hogy mit szeretne. Mert azt mondta, hogy vitatkozik velem, de hogy mit szeretne, azt nem. Én a következőt tudom önnek mondani. Én több mint egy évtizede gyógyszerfogyasztó vagyok, nem a reklámok miatt. De ahogy én egy megyei jogú városban megéltem ezt a liberalizációt, az azt jelenti, hogy több patika lett, megszűnt a nagyon hosszú sorbaállás, megjelentek olyan gyógyszerészek, aki azt mondja, hogy ezeket a gyógyszerekről tessék már a doktor úrnak megmondani, hogy olyan kölcsönhatásban vannak, hogy a háromból egyet ki lehet hagyni, tehát még minőség. Tehát azt merem mondani önnek, hogy jobb kiszolgálás lett, és talán még ami mindenki tapasztalt ilyet, hogy amikor hirtelen írnak fel valakinek, olyan gyereknek, hogy kenőcs vagy valami, amíg a másik gyógyszertárakba vártunk másnap délutánig, itt azt mondja, hogy tessék leülni 5 percig, és kész lesz, és kész van. Én azt gondolom, hogy az igazi verseny ez. Nyilván, és azért hangsúlyoztam ki, hogy pozitívnak tartom azt, hogy a kicsiknél viszont megmaradt a regionális támogatás, és megmaradt az árés támogatás, mert ezzel ők esélyt kaptak arra, hogy tovább dolgozzanak, miközben újabbak nyíltak. És azért ez, ha tetszik, hanem 3000 munkahely, tudom, hogy a millióhoz képest ez nagyon kicsi. De mégis érdekes. Ma Magyarországon 3000 új munkahely is számít. Köszönöm szépen a figyelmet, elnök úr. Ugyancsak 2 perces hozzászólásra Kupcsok Lajos képviselő úr, Fidesz. Köszönöm a szót, elnök úr. Rozgonyi képviselő úrnak csak egy nagyon rövid megjegyzés, ez egy példálódzó felsorolás volt, amit én tettem, de nem kapizsgáló egyébként annyira rossz helyen szerintem, ugyanis egy mondatára vagy egy elemére mindenképpen szeretnék reflektálni a hozzászólásának. Ez a hazaipar védelme. Ez ugyanis egy rendkívül fontos és sarkalatos pontja kellett volna, hogy legyen az előző kormány gazdaságpolitikájának, és meggyőződésem szerint lesz, illetőleg már részben most az a mostani kormány gazdaságpolitikájának. Mire gondolok? Tehát a vállalkozókat nem csak megsarcolandó adóalajnak kell tekinteni, hanem a szabályozó rendszerrel bizonyos nemzetpolitikai céloknak az irányába kell őket terelni. Tehát ilyen például az, hogy a termelő tevékenységbe is keressék a boldogulásukat az emberek, ne csak a szolgáltatásnak és ne csak a kereskedelemnek a vonatkozásában. Szeretnék egy személyes példát elmondani, ez egy jó 10 éves sztori, de még belefér ebbe a hátralévő 51 néhány másodpercbe. Jó 10 évvel ezelőtt észleltük először, hogy a német beruházások megtorpannak a közép-magyarországi régióban.
a Müncheni és Felső-Bajorországi Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárát megkérdeztem, hogy miért nem jöttök Pest megyébe, mi az oka annak, hogy megtorpantatok. Azt mondta, hogy azért, mert nálatok senki nem akar reszelni, mindenki a reszelést akarja irányítani. És úgy gondolom, hogy ennek szintén komoly valóság tartalma van, tehát nekünk meg kell tenni mindent annak érdekében a szabályozó rendszeren keresztül, és ez nem csak országos feladat, nem csak kormányzati feladat, félreértés ne essék. Ez a pályázati konstrukcióktól kezdve a hitelezési konstrukciókon keresztül egészen levezet a helyi önkormányzatokig, hogy az iparosainkat helyzetbe hozzuk a kereskedők és a szolgáltatók mellett. Köszönöm szépen. Ugyancsak két perces hozzászólásra, Kis Sándor képviselő úr, Jobbik. Megjött a két perces hozzászólásokra, kérdőt látom. Nem a gyógyszerellátásról szól ez az általános vita, csak reagálni szeretnék Göndör képviselőra. A személyes tapasztalat, én elhiszem, hogy így volt. De ez önmagában ez nem a teljes, tehát nem ennek a liberalizációnak volt a következménye. Én nem vonom az kétségbe, hogy másként is lehetett volna ezt rendezni, de azt tetszene tudni, hogy milyen sok patika áll a tönkremenés szélén, és amiről tetszett beszélni, az árkiegészítés a kis patikák részére, hát meg kell nézni, ez nevetséges összeg. De majd, hogyha erről a törvényről beszélünk, akkor majd vitába szállok, nem szeretném az időt szaporítani. Köszönöm szépen. Szilágyi György képviselő úr normál szót kért, tehát 15 perces időkeretben önnél a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. Ennek a nagyon terjedelmes és részletes beszámolónak egy nagyon piciny, de annál fontosabb részével szeretnék foglalkozni és pár szót mondani róla. Ez pedig úgy szól, hogy a piac általában képes arra, hogy a fogyasztói sérelmeket rugalmasan a piaci folyamatok során helyrehozza. Vannak azonban olyan esetek, ahol a piac nem képes kezelni a fogyasztók által elszenvedett sérelmeket. Ilyen esetben az állam beavatkozására van szükség. Ez egy nagyon-nagyon lényeges megállapítás, és erre fel szeretném hívni a kormánypárti képviselők figyelmét is, és majd az új GVA vezetőnek is a figyelmét, aki ugye közel áll a kormánypártokhoz. Hiszen mely terület az, amiről itt elsődlegesen szó lehet? Ez a terület ugye a szolgáltatások területe elsősorban, ahol a magyar átlag állampolgárok nap mint nap szembesülnek azokkal a szolgáltatókkal, akikkel szemben szinte védtelenek és kiszolgáltatottak. Természetesen, ugye, ahogy Rozgonyi képviselő úr említette, nem a hullarablókról beszélek, akik nyugodtan ki tudják fizetni a számláikat, mert a privatizációból megszedték magukat, és sajnos még mindig ülnek ilyen hullarablók az országgyűlés falai között is, hanem az egyszerű emberekről, akik hó elején megkapják a csekket, és ezeket a csekkeket megpróbálják befizetni, és ezeket a szolgáltatásokat veszik igénybe. Ugye azt is lehet mondani, hogy ezek a szolgáltatások, ezek hát önként vállalt, önként megrendelt szolgáltatások, de azért ez nem teljesen így van, hiszen az elektromos áram, vagy akár a fűtés, de ide sorolhatom még az autót is, ma már nem luxuscikkek a mai világban, és ezek a szolgáltatások, azt is mondhatom, hogy szinte kötelező érvényű szolgáltatásoknak is minősülhetnek, hogy fűtsünk, hogy világítsunk a lakásunkban. És valaki egy ilyen számlát meglát, egyszerűen átláthatatlan ez a számla. Az államnak kötelessége lenne megvédeni az állampolgárokat, hiszen nem tudnak ezekkel a szolgáltatókkal szemben semmilyen érvényesíteni velük szemben. Csak egy példát mondjak, például volt olyan eset az elművel kapcsolatosan, ugye lehet fizetni általánydíjat ugyanúgy a hűtésre és a villanyra is, amikor az ember fizeti az általánydíjat, akkor év végén jön egy számla, ami még a fönt maradt részletekre vonatkozik. Volt egy olyan eset, amikor az első évben ugyanolyan áramfogyasztás mellett szinte, tehát nem cseréltek semmilyen nagyobb elektromos berendezést a lakásban. 4000 forint volt ez a kompenzációs számla, rá egy évre 22000 volt, és a harmadik évben pedig már 57000 forint volt. Átláthatatlan a számla, fogalma sincs az ügyfélnek, hogy éppenséggel miért fizető ennyivel